A helyi sírató asszonyok búcsúztatták szombaton reggel Lukácsot, a Böllérversenyt rendező Lukácsháza malacát. A disznóvágáshoz kapcsolódó hagyományok között ezt is értékelte a zsűri. A hagyománynál azt nézzük, hogy elsiratták szuráskor a disznót, szalmával perzselnek, tekerős, régi, hagyományos fatüzelési pörzsővel pörzsölnek itt ezen a részen azt. Vagy hát, amit nem láttam, hogy tehát mindenki rendfánszeri, talán egy csapat bontószéken, hogy ugye a disznót órjára vagy karajra szedik szét. A pálinka is elmaradhatatlan kelléke a disznóöléseknek, ezúttal disznókörömből kínálták. Már reggel nagy volt az érdeklődés, sokan érkeztek Szombathelyről a rendezvényre. A gyerekek még nem láttak ilyet, és szerettük volna nekik megmutatni, hogy hogy zajlik. Mi faluról költöztünk Szombathelyre, úgyhogy mi ezt gyerekkorunkban átéltük, és most annak a hiányát pótoljuk ezzel egy kicsit. A feladatok között szerepelt a hagyományos böllér reggeli mellett a véres és májas hurka, húsos kolbász tepertő, a toros káposzta és egy kemencében sült étel elkészítése is. Kemencében sütöttünk most hagyományosan sült húst, úgy ahogy szoktuk, meg is látni szépen megpirult, most már készen van, de van egy érdekes. A csapatok bemutatták saját településük gasztronómiáját, főző tudományukkal és a vendéglátásban is versenyeztek egymással. A negyedik alkalommal megrendezett böllérverseny mostanra megyei rendezvényé bővült. Nem csak a térségből vannak már résztvevő csapatok, tehát például az új csapatunk most Kemenes Mihályfak, ugye Kemenes hátról érkezett Celdömök merről, meg itt vannak az oszkóiak, itt vannak a győrváriak. Tehát én azt gondolom, hogy most már Vas megye nagyobb régiója képviselteti magát, a meglévő Irotkő Naturpark települések mellett természetesen. A Lukácsházi böllérversenyt idén Gyöngyösfalu csapata nyerte.